cosa ne facciamo. Mondjuk az átjutás az nincs megoldva, de majd mindjárt elmondom, hogy hova nincs megoldva az átjutás. Oké, van egy zebra, de az messze van. Nem olyan messze, de messze. Na és egészen pontosan ide jöttünk, és egyszer már jártunk itt kamerával méghozzá valamikor tavasszal, és akkor meséltem nektek arról, hogy milyen jó lesz a rakpart nyáron. Ma nyáron egyáltalán nem jöttünk ide, és most, hogy vége a nyárnak, és elkezdték elpakolni a rakpartot, most visszatértünk ide. Ami így nem teljesen igaz, mert én azért jártam itt, és a családdal részt vettünk egy koncerten, de filmezni nem filmeztem, és ez a mai adás egyébként erről fog szólni, egy csomó olyan dologról beszélek. Konkrétan három olyan dologról, amiről nyáron akartam forgatni, csak annyi felé mentünk, és annyi minden volt, hogy végül nem sikerült róla, pedig ezek izgalmas és jó dolgok. És az első az a rakpart, amit ugye nyárra átalakítottak, és kihelyeztek mindenfelé padokat, meg hasonlókat, és kihelyezték ezt az őrtornyot is, és én voltam itt egyszer egy koncerten, még szeptember 9-én azt hiszem, Dórával és a gyerekekkel, és itt, ahol most egy Rolls Royce megy el, szóval itt lépett fel a 1-2-4 zenekar, és óriási hangulat volt itt, szóval táncoltak az emberek, ott vannak a grillsütők, amiket akkor láttam először használatban, és az emberek sütögettek kolbászokat, meg hamburgereket rajta, az összes pad tele volt, az összes őrtorony tele volt, és az a helyzet, hogy tényleg megtelt élettel ez a partszakasz. És amikor tavasszal itt voltam, emlékszem, hogy folyamatosan a széltől kellett óvnom a kamerát, hogy értékeltő felvételt tudjak készíteni, és örültem, hogy ma süt a nap, és ilyen időben tudok nektek forgatni, de a szél az megint ugyanúgy fúj. Na mindegy, szóval, hogy október 23-án véget ért ez a nyári kitelepülés, volt egy ilyen gyertyafényes vacsora is, amit megint csak képeken láttam, egyszer több időt kéne Budapestet töltenem, de az a jó ír, hogy nem pakolták el az egészet, hanem egy ilyen 20 parkolónyi területen megtartottak 40 ilyen kosár növényt, vagy mi a franc, 5 ilyen piknik padot, egy csomó másfajta padot, megmaradt az őrtorony, és a kedvencem, megmaradt a grésütő is. És figyeljetek, szóval igen, amikor itt voltam tavasszal és meséltem arról, hogy mi lesz itt nyáron, akkor a grésütő még itt se volt, de aztán megjött, és most viszont kamerával is be tudom mutatni, hogy mennyire itt van. Szóval ez nem kéne egy nagy dolog legyen, de az, hogy be tudsz jönni a belvárosba, senkitől sem kell engedélyt kérned, ki tudsz ide állni a Dunapartra, még fa is van, de szenet azért akárhonnan lehet hozni, és de kár, hogy nincs velem kolbász. Mindegy, úgyis megyünk valahova enni, úgyhogy ma nem fért volna bele, de az, hogy ide ki tudsz állni, és te itt grillezgetsz, és közben ezt látod, ez nem egy nagy dolog, de hogy mennyire jó már, hogy van itt egy ilyen dolog. És azért lesznek itt még meleg napok, amikor ki lehet jönni, és lehet sütögetni. Mondjuk ez egy nagy generált azért igényelne. Mindenesetre sokat elmond az itt bulizó, semmire kellő fiatalokról és egyéb szerzetekről, hogy elég nagy igénybevételek volt itt minden kitéve, és semmi sem sérült. Jó, lehet, hogy ezt azt lecserélték, de nem hiszem, hogy lecserélték volna a köztéri grillezőt. Szóval, hogy azon kívül, hogy a fogantyú lejár, azon kívül minden olyan, mint volt. Maradjon is. És remélhetőleg ez a szakasz jövő nyáron legalább annyira hangulatos lesz, mint amilyen idén nyáron volt, addig meg kitartás. Mi meg most menjünk tovább, mert vannak további újdonságok is. Nem tudom, 5 perc alatt 2 rossz, az még dubai mércélen mérve se rossz. Mi az, ami egy lépcsőre farik? Te voltál? Ti voltatok? Nem ti voltatok. Egyébként én nem tudom, hogy ki az. Szóval figyelem már egy ide, hogy elkapjam azokat az embereket, akik ott hagyják a kutyának az ürülékét, de még egyet sem találtam. Kik ezek az emberek? Köztünk járnak. Hogy nem kapjuk el őket soha? A másik téma, amiről nyáron akartam beszélni, az a Budapest Pélyengó, amiről valamikor júniusban olvastam, és ami tulajdonképpen arról szól, hogy a repülőtéri expresszen, ezen a 100E járaton bankkártyával tudod megvenni egyedet, ami nem nagy dolog, mert eddig is lehetett bankkártyával fizetni, viszont hello. Viszont az volt az újdonság, hogy nem csak bankkártyával fizetsz, hanem azzal egyúttal érvényesíted is egyedet. Szóval felszállsz, csipogsz, és ennyi. És mész tovább. És az össze-vissza rohangálás miatt nekem kimaradt ez a sztori akkor, amikor aktuális volt, és hát amikor meg elmentem volna bemutatni, addigra meg már több hónapos volt, és nem volt annyira érdekes. De rajtam kívül mások viszont megtalálták ezt a szolgáltatást, szóval kiderült, hogy akik a repülőtérre utaznak ezzel a busszal, azoknak kb. Hol van egy szélvédett zóna, szóval, hogy azoknak az ilyen 25-28%-a már így utazik, hogy csak csippant, és megy is tovább, és hát körülbelül a felük az okos eszközzel, felük pedig fizikai bankkártyával. Szóval a Budapest Pay & Go az már egy ideje elérhető
Budapesten, de hát alapvetően egy ilyen többé-kevésbé zárt rendszerben. Viszont az a helyzet, hogy november 15-től ezt kiterjesztik. És ez az adás erről szól, és ez adja az aktualitást, amit nyáron elmulasztottunk, hogy innentől kezdve nem csak a repülőtéren lehet majd így közlekedni, hanem az M1-es vonalán is. Gyertek, megmutatom! Szóval azért jöttünk át ide, mert november 15-től pont itt érhető el a BKK-nak és a Mastercardnak ez az új közös szolgáltatása, az M1-es vonalán. Szóval megérkezünk ide, és megkezdenénk az utazás, mint rendesen, és itt van a régi készülék, itt van NFC, tudunk QR kóddal Budapest Go alkalmazásra utazni, meg bedughatjuk a jegyünket is, és azzal is, de itt van mellette a másik készülék, az új készülék, amin be tudjuk állítani, hogy hányan akarunk utazni, és akár 5 főt is be lehet állítani, szóval egy egész kosárcsapat lejöhet együtt, de én most csak egyedül vagyok, úgyhogy egy főre beállítom a készüléket, odarakom a bankkártyámat, hozzáérintem, és ennyi! Kész! Már mehetünk is! És nem nyomtat ki semmit, nem ad ki semmit, nincsen jegy, nincsen számla, csak egy zöld jelzést látunk, és abból tudjuk, hogy nyugodtan megkezdhetjük az utazást. És aki esetleg amiatt aggódik, hogy nem érkezik semmilyen jelzés a telefonra, nem kell aggódni, mert az elszámolás az csak később történik meg, úgyhogy az értesítés is később fog megjönni. Na de mit csináljunk akkor, hogyha találkozunk egy ellenőrrel? Hát akkor csak annyi a dolgunk, hogy felmutatjuk azt az eszközt, amivel a vásárlás történt, legyen az bankkártya, vagy okosóra, vagy okosmobil, vagy bármi hasonló. Az ellenőr ezt leolvassa, és már látja is, hogy tényleg fizettünk a szolgáltatásért, és nem kell aggódni, mert azzal a kütyüvel, amivel az ellenőr teszi a dolgát, nem lehet pénzt levenni a kártyán. Na, és hát a szolgáltatás az innentől kezdve két helyszínen is elérhető, ugye egyrészt ott van az AZE repülőtéri expresszjárat, és az M1-en is, az M1-es metrón, innentől kezdve így tudunk utazni. A többi metrónál nem tudunk így egyet vásárolni, viszont az M1-esen vásárolt jegyek azok felhasználhatók a teljes hálózaton. Szóval, hogyha a 4-es metrónál jövünk ki, és ott ellenőrzik a jegyünket, ott is látni fogják, hogy mi bizony kártyával, vagy okosórával, vagy mobillal fizettünk, és azt fogják mondani, hogy bravo! Most pedig együnk valami jót! És akkor az utolsó helyszín, amivel adósoltam nektek meg magamnak is, hogy beszéljek róla, amihez kell egy kis háttérszori. Szóval az utóbbi években, az utóbbi 20-30 évben azért nyugaton, meg az Egyesült Államokban megjelentek azok a hamburgerezők, amik nem ilyen nagyon elborult fine dining hamburgereket akarnak készíteni, de mégis valamilyen módon ilyen prémium megközelítéssel akarják megcsinálni azt, ami mondjuk 100 éve egyfolytában a hamburger. És hát igen, az Egyesült Államokban a Five Guys, ami aztán 1986-ban indult, szóval hogy elég korán felmerült már az igény, hogy ne a Mackie legyen az egyetlen alternatíva, és hát Five Guys-ban egyszer voltunk Robival az Egyesült Államokba, de arról nincsen fotó. Van egy ilyen képem, ahol a háttérben látható egy Five Guys, miközben mi egy Dunkin' Donuts-ban eszünk, vagy valami hasonlóban, de azt hiszem, hogy amikor Dubajban átszálltam néhány évvel ezelőtt, akkor is pont egy Five Guys-ba ugrottam be, és tök jó volt. A másik ilyen a Shake Shack, amivel New Yorkban ismerkedtünk meg, és amiben most szintén ettünk Dubajban, amikor ott voltunk Robival, és ahol a, hát hogy is mondjam, a második esküvőmnek volt a lagzia, mert ugye Dórát elvettem másodszor is Vegasban, azt hiszem 2 évvel ezelőtt, és csak mi voltunk ott, meg Elvis, és ott utána nyilván nem egy ilyen nagy ebédet tartottunk, hanem beugrottunk egy Shake Shackbe, és ettünk egy jó hamburgert. Na most ebből a kettő új hullámos helyből egyik sem érkezett még meg Magyarországra, viszont Simon, születési nevén Tóth Simon, úgy döntött, hogy ha a Five Guys nem jön ide, akkor megcsinálja ő. És a recept ugyanaz, hogy nincs egy nagyon hosszú étlap, hanem csak néhányféle burger van, hogy nem raknak a hamburgerbe semmiféle posírozott ízét, csak az alapdolgokat, hogy nem valami dobozba rakják a burgert, hanem egy ilyen zacskóba oda dobják neked, és hogy nem használnak fagyasztott húst, hanem ilyen smash technikával egy ilyen gombóccal rárakják a vaslapra, aztán ott kiteregetik, és hát ennek a technológiának köszönhetően elvileg a hús az egyszerre lesz ilyen médium, meg nem túl vastag, meg pörzsanyag is képződik rá, szóval, hogy na mindegy, ez már... És hogy azóta, hogy nem jöttem el ide, azóta már 3 helyen is nyit étterme Simonnak, vagy talán 4, meg azt hiszem, hogy ilyen országos terjeszkedésbe is kezd, és biztos, hogy ti már egy csomóan kipróbáltátok, de én most először jövök ide, ebbe a zöld étterembe. Ami zöld, nem úgy, mint a Five Guys, ami meg piros, de egyébként nagyon hasonló, szóval az elképzelés is, a színezés is, annak ennyire hasonló, hogy tök más. Egy sajtburgert kérnék. Hello.
dog smoke break from the office. Perfect. Yeah, I feel good. Yeah, it was perfect. Was this the vlog or what? Yeah, it's a daily vlog. The daily vlog? Yeah, it is. Exactly. Na. És tényleg zacsiban van. Olyan zacsiban, ami ebben... Szóval gyerekkorunkban kaptuk szerintem a 10 órait. És az van, hogy alapból 2 hús van benne. Lehet kérni kis burgert is, abban csak egy kerül. Hol a sajtom? Hol a sajtom? Lehet, hogy egy sima hamburgert kaptam. Az szörnyű lenne. A sajt nélkül az egésznek nincsen semmi értelme. Oh, egy klasszik hamburgert kaptam sajt helyett. Hát, innen szép nyerni. Hát azon túl, hogy a sajt marhára hiányzik belőle, de ezen tegyük túl magunkat rajta, mert van, akinek nem kell. Tök jó szaftos. Nem tudom túltenni magam rajta. Kiesett egy húsarab, szóval ezzel együtt a zsemle az marha finom. A hús az nagyon jó. És van ez a szósz, amiben valami 17 titkos összetevő van, vagy mi a fene? Érdemes volt játszani vele. És ez tök jó, hogy elmentünk ebbe az irányba. Ugye vannak azért Magyarországon más híres magyar hamburgerezők is. Ott van például a Zingburger, akik... szóval van a Guitar Hero burgerjük, ami egy ilyen hatalmas, sok húsos, vastag húsos izé, és az nekem máig abszolút kedvenc, de az a helyzet, hogy... Na ez is tök jó. Meg persze azt is meg lehet csinálni, hogy az ember lemegy a rakpartra, és grillezget magának egy burgert. Na, csomó lehetőségünk van, de simán lehet, hogy Simonnak a burgerét nem sokára nem úgy fogják el megetni, mint a magyar Five Guys burgert, hanem amikor majd megérkezik Magyarországra a Five Guys, akkor azt fogják mondani, hogy a külföldi Simon. Lehet, hogy tök felséges erről a hamburgerről beszélnem, mert rajtam kívül mindenki megkóstolta, és... Ti talán azt is tudjátok, hogy milyen sajttal. Have a nice day, bye! Mindenesetre a mai adás az ennyi. Videó alatt egy csomó link. Mászkálgassatok a napsütésben, amíg lehet. Grillezgessetek a szabadban. Közösségi közlekedjetek. Nagy hatékonysággal. Sziasztok!